A kormány nem elvenni, hanem adni akar. Adni akar abban az értelemben, hogy a kormány egyetemű szándéka, hogy a kutatásra fordított összegeket, a kutatási feltételrendszert jelentősen változtassa. Ennek viszont az a feltétele, hogy a struktúrát is át kell tekinteni ehhez. Az átalakítási időszak alatt érték nem szabad, hogy elveszen, nem szabad az, hogy a Tudományos Akadémia kutatói bármilyen módon úgy érezzék, hogy nekik a jövőbeni tevékenységük veszélyben van. Ezért aztán a kormány vállalta azt, hogy az átmeneti időszakban, addig, amíg ez a rendszer föl nem áll, és itt tényleg néhány hónapról beszélünk, a zavartalan működést illetően a kutatók munkabérét a kormány minden hónapban biztosítani fogja.